Kedves diákok, kedves fiatalok, köszönöm Hargita megye tanácsának, Borbély Csaba elnök úrnak a felkérést. Az Európa nap, mint minden jeles nap, lehetőséget nyújt arra, hogy egy picit elgondolkodjunk rajta, azon, hogy mit is jelent számunkra. Ma a legnagyobb természetességgel beszélünk úgy országunkról, Romániáról, mint Európai Uniós tagállamról. 50 év kommunizmus, a csatlakozási feltételek teljesítése, demokratikus átalakulás, a piacgazdaság megteremtése előzték meg azt a pillanatot, amikor 2007-ben Románia az Unió tagjává vált. Nem mintha tagsági könyv nélkül is nem hozzátartoztunk volna, hiszen történelmünk, kultúránk, hagyományaink révén ezer szállal kapcsolódunk Európához, annak szellemiségéhez. Kétségtelenül sokat nyomnak a latba az Unió által jelentett előnyök. A pénzalapokkal megtámogatott gazdasági és társadalmi fejlődés, a tőke, áruk, szolgáltatások és személyek szabad mozgása. Biztosan jól jártunk a csatlakozással, de jól jártak az Európai Unió korábbi tagállamai is, hiszen egy jelentős piachoz jutottak. Kedves fiatalok! Tegnap Marosvásárhelyen, a középkori várban, az uniós pénzből felújított múzeumban beszélgettünk Európáról, és Startoljunk rá címmel mutattam be az unió helyreállítási költségvetéséről és a következő 7 éves pénzügyi időszakról szóló kiadványt. Az elsőt, amely ebben a témakörben magyar nyelven született. Természetesen sok szó esett a pénzről. El is szoktuk mondani, hogy a sikeres pénzlehívás mennyire fontos Románia számára. Én azonban úgy gondolom, hogy számotokra, fiatalok számára a megszerezhető uniós támogatások a pénz mellett egy másik nagyon fontos értéket hordoznak, a tudást. Az Európai Unió ifjúsági oktatási programjai elsősorban a tudás megszerzését, megosztását, a tapasztalatszerzést jelentik. Az oktatás és foglalkoztatás témakörben Románia számára a közvetett forrásokból elérhető operatív program és az Erasmus program jelentenek támogatást. Az oktatási és foglalkoztatási operatív program újszerűsége, hogy integrált jövőképet mutat be az oktatáshoz való hozzáféréshez és a munkaerőpiacra való belépéshez. A munkaerőpiachoz kapcsolódó intézmények és szolgáltatások korszerűsítését, a nemek szerinti esélyegyenlőséget, a szakmai és a magánélet egyensúlyának biztosítását, valamint a munkaerőpiac gyorsabb változásához való jobb alkalmazkodást finanszírozza. Ebben lesz támogatás ifjúsági központok, klubok létrehozására, fejlesztésére, benne lesz a fiatal dolgozók hálózatának létrehozása, pályaorientáció állami és magánfoglalkoztatási szolgáltatóknál. Egy egész sor jogosult pályázhat majd, közintézmények, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek. A másik nagy cél a korai iskolahagyás megakadályozása, a hátrányos helyzetű csoportok oktatásának és képzésének biztosítása, részvételük növelése. Természetesen folytatódni fog az unió közvetlen kulturális oktatási, ifjúsági és sportprogramja, az Erasmus. Lényegesen több pénz kerül majd bele, mint a korábbi 7 éves időszakban. Folytatódik a felsőoktatás intézményekben tanuló diákok, a szakképzésben résztvevők, az iskolások, fiatalok, az oktatásban és képzésben résztvevő személyzet mobilitási támogatása, ami újdonságként bővül a sportolók és az edzők körével is. Külön programmá válik a Discover EU, Európa utazás révén való megismerése, és lesz nyelvtanulási támogatás. Megmarad a szervezetek, oktatási intézmények együttműködésének támogatása, az együttműködési partnerségek finanszírozása. Újdonság lesz a kisléptékű partnerségek támogatása, támogatja majd a non-profit sporttevékenységeket, az online platformokat és az online térben való együttműködés programjait. A tervek szerint csökken az adminisztratív terhelés a pályázatok során, a partnerségek rövidebb ideig és kisebb támogatásokkal is működnek. Még tisztázásra vár, hogy mit is jelent pontosan a kisléptékű, de mindenképpen jót jelent, hiszen a kevesebb erőforrással rendelkező új pályázók is támogathatók. Most csupán egy kis ízelítőt adtam a programokból. Akit érdekelnek a pályázatok, azoknak figyelmébe ajánlom a munkatársaim által összeállított Startoljunk rá
EU-s pályázatok erdélyieknek című kiadványt, amely leírja a pályázati rendszert és a lehetőségeket. Szervezünk egy ehhez kapcsolódó tájékoztató körutat, amely június elején terveink szerint elsőként éppen Hargita megyébe, ezen belül is Csíkszeredába jut el. Mindenkit szeretettel várok a rendezvényre, amelyet közösen szervezünk az Európai Néppárt képviselőcsoportjával, a Hargita megyei tanáccsal, az RMDS-szel és pályázatíró cégekkel. Ezen megszerezhető lesz az ingyenes kiadvány online verzióban is, illetve szakemberek ismertetik majd a pályázati lehetőségeket. És még egy fontos téma, a gyakornoksági lehetőségek. Érdemes figyelni az uniós intézmények kiírásait, ezeket mindig nyilvánosan meghirdetik, soha nem fű alatt történnek. Én éppen a múlt héten osztottam meg az Európai Néppárt képviselőcsoportjának legutóbbi gyakornoksági felhívását. És természetesen nagy szeretettel várom a gyakornokokat a képviselői irodámba. Remélem, hogy a járvány visszaszorulásával, személyes jelenléttel Brüsszelben és Strasbourgban is, de addig is a Marosvásárhelyi képviselői irodám nyitva áll, és tudunk belföldi gyakornoksági szerződést kötni. A részleteket megtaláljátok a vincelorand.eu honlapomon, és minden egyébről a Facebook oldalamon vagy az Instán lehet tájékozódni. Szóval Európa tényleg lehetőségeket nyit meg számunkra, hozzáférhetővé teszi a tudást és a fejlődést. Mindenkinek azt kívánom, hogy éljen a lehetőségekkel, hasznosítsa az erőforrásokat, állítsa a közösség szolgálatába, építsük közösen a szülőföldet, Székelyföldet. Boldog Európa napot!